Sziasztok! Hát, le akartam videózni gyerekek, ahogy készítjük a hamburgert és összeállítjuk. Csak ugye sajnos, amit mondtam már, nagyon pici a konyhánk, és a baba is kint volt, evett, meg csináltunk Barbikámnak, a párjának is finom hamburgereket, úgyhogy most ők elfoglalták a konyhát, nem férek el ott. Úgyhogy ahogy lenni szokott, mi most itt bent eszünk, így lemaradt minden, de el fogom mondani, hogy hogyan készült. Most így kézzel nyúkálok, ha nem tudom, látszik-e. Itt van a burger hús, rá van olvasztva a sajt, van jégsaláta, lila hagyma. Akartam lila hagyma csatnit csinálni, de az az igazság, hogy nem készült. Csabika közben puszilgat engem itt átér, a szívét. Szóval nem készült, mert már nem akartam annyit pancsolni. Látjátok a zsömlén, legalábbis remélem, hogy látszik. Itt van az a nagyon finom szósz, amit mi szoktunk készíteni külön a mi kis burgerünkre. Sokáig nem akarok beszélni, mert kihűl az egész, mert már éhesek vagyunk ám nagyon. Annyi a lényeg, még egyet megmutatok gyorsan. Ugye még dolgoztunk. Ja, ott vagyok fönn a falon, bár biztos nem látszik. Ment egy ilyen kis pihentető dolog. Hát bent teszünk a szobába, mert nem férünk el. Mi itt teszünk, élünk egy szobába. Hát igen, nem a legjobb. Na, szóval gyorsan mondom, jó? Tehát ez a burger, husi, ez marha, és nagyon jó minőségű marhai, tehát Skóciában nyilván azok vannak. Úgyhogy került bele a fűszerezést, mondom gyorsan. Tehát van benne, hát nyilván fekete bor, só, fokhagyma, vörös hagyma lereszelve, került bele barbecue fűszerkeverék, barbecue szósz, tehát az is volt benne, petrezselyem, ja, és karikáztam még egy kis új hagymát is bele. És emellé nyilván a tojás, nyilván a prézli, meg egy kis olaj. Tehát így készültek ezek a húspogácsák. Nagyon szép szaftos, nem szárad ki. Azt hiszem médiumra van sütve. Én fűszereztem mindent, viszont a Csabikám sütötte, tehát ugye munkamegosztás volt. Jégsaláta van hozzá, burger, uborka, paradicsomot most nem raktunk bele. Lila hagyma, tehát csatni, lila hagyma csatni helyett már nem pancsoltam most azzal külön, és a zsömléket is persze átpirítottuk, ez most tálcán van azért ilyen zöldes, mert így fogjuk most megenni, két szerelmes pár így egy tálcából eszik, és maga a szósz, még arról beszélek, tehát mi ezt a hamburger szószt úgy szoktuk készíteni, hogy majonéz, dijoni mustár, angol mustár és ketchup. És ezt ugye átkeverjük, hát nyilván kóstolgatjuk, hogy megfelelő ízvilága legyen, de ebbe minden benne van. Itt a pakisztániból szoktunk néha hamburgert rendelni, a húsuk az borzalmasan száraz, és csak garlic szósz van hozzá, vagyis fokhagyma szósz. Lehet kérni persze hozzá paradicsomot, ezt, azt, de én úgy gondolom, hogy a házilag készült hamburger sokkal jobb, mert te ízesíted a magad ízvilága szerint. Tényleg tudod azt, hogy a húsnak jó a minősége, és nem mész másnap a rötyire. Úgyhogy én azt gondolom, kicsit közelebb hozom, nézzétek a húst. Hát ez valami isteni. Tehát ez egy barbecue-s burger. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes otthon is elkészíteni. Most rosernit nem csináltunk mellé, mert így is elég a szénhidrát, van palacsinta, és akkor holnap meg majd készül szépen a rántott karaj, még nem tudom, milyen köret lesz mellé, de majd kitaláljuk. Lehet, hogy elmegyünk majd kirándulni, vagy ma, vagy holnap a gáthoz, mert azt még mindenképp meg szeretném nektek mutatni, de most már nem húzom az időt, mert mindenki fog hűlni. Úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom a házi burgert, úgy készíted el, ahogy neked finom és neked jó. Legyetek bátrak, csináljátok, megéri, mert sokkal finomabb, mint amit a boltban vesztek. Jó, hogy munkával jár, de szerintem megéri elkészíteni. Úgyhogy mindenkinek nagyon szép napot kívánok, jó étvágyat, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!